Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, a ringben ezúttal Jakab Péter, a Jobbik szóvivője és a Jobbik Miskolci választókerületi elnöke. Szembe vele pedig szintén Miskolcról, ugye Miskolcról származik Száva Vince, az Éke Jogvédő Egyesület elnöke. Hát akkor kezdjük is egy miskolci témával, számozott utcák. Ugye nem olyan régen jelent meg a hír, hogy több mint 400 embert kitelepítettek már, hát ez attól függ, hogy hol olvasok éppen a hírt, mert vannak olyan roma oldalak, ahol deportálásról beszélnek, vagy erőszakos kiköltöztetésről, tehát a lényeg az, hogy a számozott utcákat több mint 400 ember elhagyta már. Mit tapasztaltak, milyen most a romák helyzete Miskolcon? Miskolcon, ami történt, az valóban egy óriási tragédia valóban. Ugye nagyon sok meghívást, felhívást, kérést, segélykiáltást hallottunk annak idején is, mikor ez megtörtént. Ez a bizonyos felszámolások, tehát azok a bizonyos családoknak a onnan kitelepítése, úgymond, mert ez történt. Mi jelen voltunk, sőt demonstrációt is tartottunk. Na most azóta sem lett jobb a helyzet. Tehát azóta az történt, ugyebár, hogy onnan nagyon sokan kénytelenek voltak a Jukó völgybe menekülni, úgymond, faházakba is laknak, ami télen azért elég veszélyes, ahol például fűtés sincs, és ahol azért veszélyben van az emberi élet is. Mert ugye már azt tudjuk a médiából, hogy sokszor van olyan, hogy megfagynak emberek. Tehát borzalmas, azt gondolom, az az állapot, ami ott uralkodik egy demokratikus országban. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy valóban ott azért a helyzet normalizálódjon, mert az egy nyomortelep szó szerint. Tehát mintha olyan 200 évvel visszamennénk az időben, én azt gondolom, még akkor se volt ez szép látvány, nemhogy most. Péter, ugye önök a választások után azt mondták, hogy a Fidesz ezzel a programmal nyerte meg tulajdonképpen a választást Miskolcon, ugye az önkormányzati választásra gondolok, hogy felszámolják a számozott utcákat. Ez elkezdődött, de nem fejeződött be. Ön ott él jelenleg is Miskolcon, mi most a helyzet egész pontosan? Az a helyzet, hogy is ezt rögtön az elején tisztába kell tenni, hogy Miskolcon nincs telep felszámolás. Miskolcon, ami jelenleg zajlik, az nem más, mint a telepek áthelyezése A pontból B pontba. Ugye a telep felszámolás alatt azt kell érteni, amikor az önkormányzat vagy az állam oly módon számol fel egy nyomortelepet, hogy nem hoz létre új nyomortelepet, illetve a már meglévőket nem gyarapítja. Ennek a kritériumnak pedig a miskolci helyzet, a miskolci úgymond telep felszámolás az nem felel meg. Tehát valóban arról van szó, hogy a kampány óta ez gyakorlatilag jelenleg is tart. Krizánkos polgármester néha odáll egy putri és egy buldózer elé, a háttérbe elindul a munkálat, lebontanak egy ingatlant, majd ő azt mondja, hogy tessék miskolciak, itt van a telep felszámolás. Csak hogy az a helyzet, hogy a miskolci lakosokat nem elsősorban a romok zavarják, tehát azok az állapotok, azok az építészeti állapotok, amelyek kialakultak mondjuk a számozott utcákban, hanem sokkal inkább azok az emberek, akik ide juttatták ezeket az ingatlanokat. Tehát ugye Kriz Ákos most a romokat próbálja úgy, ahogy eltakarítani, de a rombolókat nem, és való igaz, a rombolók elköltöznek a számozott utcákból, megjelennek az Avason, megjelennek Diósgyőrben, megjelennek Jukóvölgyben. Hajléktalanok egyébként nem lesznek, mert az adatok azt mutatják, hogy nem nőtt a telep felszámolás óta a hajléktalanok száma Miskolcon. Tehát ők vagy beköltöznek a rokonokhoz, vagy pedig önkényes lakásfoglalók lesznek. Azóta azonban már történt úgymond egyfajta visszarendeződés is, hiszen az önkormányzat, és ez biztos Száva úrnak a nagy megelégedésére történt, együttműködési megállapodás kötött a máltai szeretetszolgálattal. Ennek az együttműködésnek a részeként az önkormányzat ingyenes használatba vételre ad át önkormányzati ingatlanokat a máltainak, azzal a kikötéssel, hogy ezekben a lakásokban csak és kizárólag számozott utcai lakókat lehet visszaköltöztetni. Tehát az önkormányzat ingyen átadja ezeket a lakásokat, nem kér lakbért, semmilyen plusz bevételre nem tesz szert az önkormányzat. Hány családról van itt szó? Erről lemond. Képviselő, hány családról van szó? Ez egy folyamatban lévő, ugye a jogvédőknek a nyomásgyakorlásának köszönhetően, ez egy felülről jelenleg sajnos nyitott rendszer, tehát még maga az önkormányzat sem tudja, hogy ennek a folyamatnak hol lesz vége. Jelenleg ott tartunk, hogy megindult a visszaköltöztetés például a számozott utcánkba, bizonyára ön is tudja, hiszen Miskolci, hogy már felújítottak, tehát nem lebontottak, felújítottak a számozott utcánkba új ingatlanokat, ahová visszaköltöztették a lakókat, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy miért költöztették ki ezeket a lakókat a számozott utcánkba. Azért, mert ad egy, nem tartották be az együttélés szabályait, ad kettő, nem fizettek rezsit. Na most ezeket az embereket visszaköltöztetik, és igazából már a rezsifizetést el sem várja az önkormányzat, hiszen azt mondták a máltainak, ez az együttműködési megállapodás része, hogy ti majd kijelölitek azt, hogy kik fognak ide visszaköltözni a számos utcaiak közül, és majd ti önállóan megállapodtok velük abban, hogy ki hogy fizeti a rezsit, hogy a máltai is bedob valamit a közösbe, vagy mindent.
az új lakó fog majd állni. Tehát ez egyébként a cigány társadalmat is erőteljesen megosztja, hiszen vannak olyan más telepek, például a Kavar utcán, ahol szintén önkormányzati lakásokban cigány származású emberek megemelt bérleti költséget fizetnek, és azt tapasztalják, hogyha majd jönnek esetleg melléjük is a Málténak köszönhetően számozott utcaiak, nekik majd akár lakbért sem kell fizetni. Jakab úr, képviselő úr, az igazság az, amit ön mondott, az nem valós. Tehát végül is, amit ön mond, ugye, hogy voltak bizonyos rezsitartozások, valóban volt néhány olyan család, akinek voltak hátralékai, viszont hozzánk tömegével érkeztek be azon családok, akik bizonyították valóban papírokkal, hivatalos önkormányzati papírokkal, hogy rendezve van a hátralékuk, illetve nem is volt hátralékuk olyan sok családon, mégis megkapták azt a határozatot, hogy ki kell költözniük. Tehát nekünk ez volt a problémánk akkor is. Természetesen, amikor valakinek ugye bár van hátraléka, azt ki kell fizetni. A megyében nem fizeti, akkor van ugye egy bizonyos helyi törvény, amit megszavaztak, akkor valóban ugye veszélybe lehet a lakhatásuk, de többségében nem erről szólt a dolog. És én azt gondolom, hogy az az uszítás, ami zajlik hazánkban, Miskolcon és országszerte, valóban ez a bizonyos bűnbakképzések, erről kellene valóban a politikának valami más vizekre vezni, hogyha szeretnék azt, hogy hazánk, Magyarország gazdaságilag, erkölcsileg elismert legyen, és valóban legyen munkahely. Na most említette képviselő úr azt is, hogy ugye romos házak, igen, láttuk, egy része igen, volt olyan csodálatos állapotban lévő ingatlan házak, önkormányzati tulajdonban természetesen, amiben felújítás nélkül is lakhattak volna. Tehát ez volt akkor is a gondunk, valóban egy picit jobb irányba indult most el az a élethelyzet ott a családok részére, de én azt gondolom, hogy ott még sokat kell tenni annak érdekében, hogy a polgármester akár újból polgármester legyen 2018-ban, vagy mondjuk a képviselők is bejussanak, mert az emberek dönteni fognak az alapján, hogy mi is történik. Tehát nem csak arról szól a dolog, hogy a roma emberek kerülnek ám hátrányba, jó érzésű magyar ember kiáll a magyar roma családok mellett. A többségében ez így van. Ez egyébként valóban abban igazat adok önnek, hogy vannak itt magyar származású emberek is, akiket óriási hátrány ér. Az elmúlt években nekünk sajnos, teszem hozzá, több időskorú nyugdíjas embert kellett kimenekíteni szó szerint a számozott utcánkból, mert volt arra példa, hogy például a környéken élő, mély igénytelenségben élő emberek ellopták az idős nénének a tűzifáját, és hogyha mi nem segítünk rajta, akkor télére nem tart ki a tüzelőanyag, tehát valószínűleg megfagyott volna a néni. De arra is volt példa, hogy szintén a szomszédban élő kiilleszkedett emberek egy másik idős asszonynak lefették járólappal a kéményét, hogy minél hamarabb fulladjon meg, magyarán halljon meg ez az idős asszony, és aztán önkényes lakásfoglalóként el lehet majd foglalni az ingatlant. Tehát itt nem csak a rezsifizetés hiánya egy óriási probléma, egyébként arról is kaptunk híreket, hogy sok esetben a máltai szeretetszolgálat az, aki megfinanszírozza a rezsifizetést, tehát nem biztos, hogy maga a bérlő fizette eddig is a számlát, hanem lehet, hogy alapítványon vagy szeretetszolgálaton keresztül történt ez. De azért ennél is talán súlyosabb probléma az, hogy vannak olyan együttélési szabályok, amiket minimális szinten sem tartottak be az ott élők. Márpedig a bérleti szerződés teljesen egyértelműen fogalmaz, hogyha valaki nem óvja meg az ingatlannak az állagát, ha valaki nem tartja be az együttélési szabályokat, ha valaki garázdálkodik, ha valaki akár csak egyetlen egy alkalommal lopja az áramot, ez egyébként a számozott utcában tömegével fordult elő mindig is, és ha ezek közül csak egy megvalósul, az már jogalapot ad az önkormányzatnak arra, hogy felbontsa a bérleti szerződést. És itt vétkes mulasztás terheli az önkormányzatot, mert ezt nem tette meg éveken keresztül, hanem hagyta azt, hogy kialakuljon egy olyan állapot, amikor az itt élő bérlők tényleg bontáskész állapotba züllesztik az önkormányzati ingatlan vagyont. És itt az a minimum, hogy felbontják a szerződést, de tovább mennék, ki fog kártérítést fizetni, hiszen itt az önkormányzati ingatlan vagyont kár érte. Sokan felújított állapotban beköltöznének családi házakba, kertes házakba, ez az önkormányzati vagyon elveszett, kár érte a társadalmat, a bontás költsége is a közösséget terheli, ki fogja ezt megfizetni, az éke? Képviselő úr, ön akkor úgy látom, hogy nincs azzal tisztában, hogy amikor ugye egy önkormányzati lakás valóban ki van adva és bérlője van, az vajon... Képviselő úr, kinek a hatásköre, hogy felújítsa? Természetesen az önkormányzaté. Ez nem saját tulajdon, itt óriási tévedések vannak. Valóban, amit mi javasoltunk, igen, most itt említettem, hogy jó irányba fordultak a dolgok, de az még nem teljesen jó irány, amit javasoltunk, hogy legyenek felújítva azon épületek, azon önkormányzati ingatlanok, amiben továbbra lakhatnak azok az emberek, kisgyermekekkel, pici gyermekekkel, meg unokákkal, akik valóban lakhatásra
érdemesek ebbe a nagy demokráciánkban. Önkormányzat, igen, tisztelt képviselő, az önkormányzatnak a kompetenciája az, hogy a önkormányzati ingatlant, önkormányzati lakást újítsa föl. Ön ezt hogy nem tudja? Tehát ezt hogy nem tudja az önkormányzat? Budapesten és más településeken ezt tudják. Ugyebár sorozatban újítják fel azon önkormányzati lakásokat, ami az ő tulajdona. A bérlőnek pedig az a kötelessége, hogy az ingatlan állagát megóvja. Hogyha ezt nem teszi meg, akkor a romos állapot képviselő, ha kívülről romos az állapot az ingatlannak, ne haragudjon. Ez valóban az időjárás viszonytagságának köszönhető. Azért is az a család felel, aki bérli az azt a lakást. Bocsát, én is jártam ott, amikor a parkettát nem az idő szedi föl. Jó, tehát de ez nem rendszeres, tudunk valóban egy-egy olyan esetet, vagy néhányat, de ez nem általános, szerkesztő úr. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem szabad általánosítani, mert ha általánosítunk, akkor ott baj van. Úgy, ahogy már beszéltünk itt a szünetben, hogy valóban, amikor egy népcsoportot valaki általánosít, az legyen roma, magyar, zsidó népcsoport is, általánosítanak pozitívan vagy negatívan, nem helyes, mert jók és rosszak vannak minden népcsoportban. Önök egyébként, képviselő úr, ezt teszik folyamatosan. Önök azért jutottak a parlamentbe, azért hadd vessem föl önnek, mert ugyanis a roma a zsidó emberek hátán. Valóban miért is? Nem érti, ugye? Értse, mert ugyanis önnek ezt tudnia kellene, hogy a cigányozás, a zsidózás, a magyarozás, a jobboldalizás, most már önök részéről erről is szó van, a baloldalizás, a kommunizmus gyűlöletkeltés, mind ezek azok, amin körülbelül ezt a bizonyos szavazó bázisukat megtévesztve önök parlamentbe jutottak. De ugye tudja, hogy a gonoszság mindig megbukott, képviselő úr. Tudja, hogy a hitlerizmus, tudja, hogy a nácizmus és a gyűlöletkeltés az megbukott régen, ugye, a múlt időben. Na de önök mit tesznek? Hát önök egyébként ezt a gyűlöletkeltő eszmét vajon honnan szedték? Nagyon sok esetben cigány származású emberek is fordulnak hozzánk panasszal, például azzal, hogy nincsen elegendő tűzifájuk, ha tudunk, akkor segítsünk rajtuk, és ha azt látjuk, hogy ők érdemesek a segítségre, mert egyébként építik a társadalmunkat, akkor segítünk rajtuk. Tehát itt próbáljon etnikai síkra terelni ezt a kérdést, de itt nem etnikai síkra kell terelni, vannak építők, meg vannak rombolók, akik építik a társadalmat, azokat megbecsüljük. Akkor is megbecsülték az építő embereket, amikor kohászatban cigányként dolgoztak. Most viszont nyilván azt látjuk, hogy például, hogy visszatérjünk a Számozott utcába. A Számozott utcában annak idején jó dolgos emberek éltek, sok esetben egyébként szegénységben, de tisztességben, és például megőrizték azoknak az épületeknek az állagát. Most pedig azt látjuk, hogy megint emberek élnek, ők nem szorgosak, nem dolgosak, és lepusztítják az önkormányzat ingatlan vagyonát, és még egyszer mondom, ezt aztán nekünk kell, magyaroknak és cigányadó fizetőknek is közösen megfizetni. Képviselő. Ezt a nácizmus, ezt pedig arra kérem, hogy egyszer és mindenkorra felejtsük már el. Magyarországot bírálják önök miatt. Ezért nem terheli önöket felelősség. Még hadd mondjam el, például ugye van itt ez a nemzeti arcvonal, ugye szélső jobboldali eszmét valló, nem mondok most jelzőket, ugye gondolom, hogy önök azért jó barátságban voltak. Önnek mi a véleménye arról, hogy ugye rendőrgyilkos lett az a bizonyos nemzeti arcvonal vezetője, vagy most a napokban 8 településen rajtaütött a TEK, és most itt azért üdvözletünket küldjük az Ék Egyesület valóban ennek a sikeres rajtaütésnek, ahol fegyvereket, robbanószereket foglaltak le szélső jobboldali vezetőktől, emberektől. Önnek erről nincs véleménye? Csak a cigány ügyről, vagy a zsidó ügyről? Az a helyzet, hogy ő most már egy ilyen Goebbelszi kommunikációt folytat, tehát azt gondolja, hogy ha hazugságot sokat ismételgette, akkor az előbb-utóbb majd igazságként fogja csapolni az embereknek. Hadd reagáljon. Tehát maradjunk annyiban, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság teljesen világosan megállapította, hogy semmiféle kötődése nincs a magyar nemzeti arcvonalnak, egyik parlamenti párthoz sem. Innentől kezdve lehet, hogy Száva Vince úr valamivel többet tud. Én azt mondtam, hogy egyforma eszme. És az sajnos baj. Ezt a leghatározottabban cáfolom, és egyébként szeretném visszautasítani azt a mentalitást, hogy egy szerencsétlen tragédiából, egy rendőrnek a halálából, egy családnak a gyászából egyesek például mostan is megpróbál politikai tőkét kovácsolni. Egy dolgot tudunk tenni, részvétet nyilvánítunk a család irányába, és megköveteljük a hatóságoktól, hogy adják meg azt a magyarázatot, hogy milyen szakmai hibák vezettek el ez a tragédiához. Lépjünk túl, urak, jó? A héten borzolta a kedélyeket a fővárosban egy ügy, két 16 éves cigány fiatal
szóváltásba keveredett egy 4 fős társasággal. Közülük 2 megkéseltek, egy lányt. Egy lány volt az egyik, egy fiúnak pedig eltörték az állkapcsát. Ha jól tudom, akkor ugye egy jó pár napig szökésben volt az egyik elkövető, a másikat elkapták egészen hamar, és önökhöz fordult a második elkövető, mielőtt feladta magát. Ez hogy volt pontosan? Nem az elkövető, tisztelt szerkesztő, hanem a családtag fordultak hozzánk. Nem ismertem őket annak előtte. A Facebookon nyíltan az én telefonszám, a saját magántelefonszámom nyíltan kint van. Onnan keresztül megkerestek, kértek segítséget, attól tartva, ugye az egyik anyuka, akinek a fiát mellőzetes letartóztatásba helyezték, őrizetbe vették, ugye az ő mondás alapján a fiát ugye bántalmazás érte, mikor a rendőrök ugye elvitték, természetesen ehhez nem tudok mit szólni, tehát amit ő mondott, én azt tolmácsolnám. Ezért ugye a másik anyuka, akinek valóban a fia ismeretlenül tartózkodott, a család sem tudta, és szeretném kihangsúlyozni, nem tudta senki. Viszont ő attól féltette a gyermekét, hogy esetleg netán ő is bántalmazás áldozata lesz, ezért kérte meg az egyesületünket, engem, hogy kísérjük be, hogyha meg lesz, és arra is kér természetesen, hogy segítsünk keresni esetleg. Természetesen néhány jó barátomnak én is szóltam, hogyha esetleg ismerik fénykép alapján, akkor jelezzék, hogy hol tartózkodik. Megtalálták, ugye a családtagok a fiatalembert jelezték felénk, és akkor volt az, hogy ugye egyik televízió kamera kíséretével bekísértük, és egy ügyvéd kíséretével bekísértük a 8. rendőr kapitányságra. Természetesen nekem is az volt a javaslatom, hogy adja föl magát a fiatalember, ahogy megvan. A család ugyan ezen állásponton volt. Azt még azért tudni kell, hogy ugye az a hír van, hogy ugye 2 fiatal roma, 16 évesekről beszélünk, megtámadott 4 fős társaságot. Ez úgy érdekes azért egy kicsit. Természetesen elítélem a támadást. Nagyon elítéli az EK Egyesület nemzetiséghez, hovatartozáshoz függetlenül azt, hogyha bűncselekményt követ el. Viszont ők állítják, hogy az egyik fiú énekelt, belekötöttek ezek a fiatalok, akik egyébként egy bizonyos futball szurkoló táborhoz tartoznak. És ugye hát ők azért ott visszaszóltak, cigányoztak, stb. Állítólag ugye a 2 fiatal roma 16 éves állítása szerint ők kötekedtek, ők voltak kezdeményezők, és akkor így ők azt állítják, és még egyszer mondom, nem én állítom, hogy önvédelemből történt az, ami történt, akkor is elítéljük, mert ez nem így kellett volna, hogy történjen. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy országos hír, és megint nagyon jó lenne, hogyha valóban nem a cigány származásról lenne szó, mert ugye vár akkor, amikor ugye nem roma fiatalok ölnek vagy felnőtt, akkor azt nem mondják, hogy ő magyar származású. Ha roma, akkor valóban ez egy uszítás. Tehát ezért nagy tisztelettel kérem a médiát, hogy ne nevesítsük meg, egy emberről van szó, és kapja meg a büntetését. Így van, de ugye ön azt mondja, hogy legalábbis a sajtóban ezt olvastuk, hogy még akár jogi segítséget is felajánlott. Mindkét oldalnak. Bízom benne, hogy ez tényleg így is lesz, mert egyelőre azt látjuk, hogy 2 fő összeszólalkozott egy másik társasággal, és ő most azt mondja, hogy akkor előfordul, hogy önvédelemből megszúrtak egy fiút, megszúrtak egy lányt önvédelemből, és egy harmadik személynek pedig az állkapcsát eltörték. Én azt gondolom, súlyos hogy probléma, ebben az esetben hiba, az EK-nek és önnek számol Vincének is 2 lehetősége lenne. Az egyik lehetősége az, hogy számon kérje a szülőket, ha már önhöz fordultak, hogy fordulhat elő az, hogy bűnözőt nevelnek a gyermekükből. A másik pedig, hogy a nagy nyilvánosság előtt felszólítja a hatóságokat is, hogy engedték ezt meg. 16 éves fiatalokról van szó. Valamilyen szempontból, hogyha nagyon messziről nézzük, akkor ők is lehetnek áldozatok, mert lehet, hogyha 10 évvel korábban, mondjuk 6 évesen őket a gyermekvédelmi szolgálatok kiemelik abból a családból, amelyben bűnözővé váltak, akkor lehet, hogy most ezek a fiatalok az iskolapadban ülnének, 2 év múlva pedig adófizető állampolgárai lennének ennek az országnak, és nem a börtönben töltenék a fiatal korukat. Tehát azt gondolom, hogy itt egy óriási felelőssége van minden megszólalónak, és minimálisan sem szabad védeni azokat, akik utcán késsel mászkálnak. Nálam nincs kés, nem tudom, hogy önnél van-e, de azt gondolom, hogy nem normális az, hogy a 16 évesen késsel mászkálunk, és a vélt vagy valós sérelmeinkért azt tájítani, hogy ezt nem helyeseljük.
nagyon örülök neki, hogy legalább ezt nem helyeslik. Azt gondolom, hogy minden egyes megszólalásnak, főleg akkor, amikor a sajtóban az jelenik meg, hogy önök jogsegélyt biztosítanak, vagy jogi segítséget azoknak, akik elkövették ezt a bűncselekményt, tehát késeltek, akkor pontosan ön is hozzájárulhat ahhoz a folyamathoz, hogy évről évre, most országos adatot nem tudok, de Miskolcon mindenképpen, ha már Miskolcia vagyunk, akkor ezt emeljük ki, sajnos, évről évre nő a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők száma. A gyermekkor alatt azt értjük, akik még 14 év alattiak. Tehát már most évről évre egyre több olyan 14 év alatti gyermek van, aki erőszakos bűncselekményt követ el. El tudjuk képzelni? Mi lesz akkor, hogyha ezek a gyerekek felnőnek és izomban bűnelkövetői kapcsolatokban rászabadulnak a társadalmunkra? Származástól függetlenül, igen, ez sajnos igaz. Mindig a származást említi. Én nem tudom, hogy említettem-e ma egyáltalán azt, hogy ki nem, de arra utal. Hát azért cigány ez vagy nem cigány, senkit nem érdekel, építő vagy romboló minket, csak ez érdekel. Az, hogy ön a késerésből, meg nem tudom, a mély igénytelenből miért következtet mindig a cigányságra, ezt önnek kell megmagyaráznia. Két roma fiatalról beszélünk, én két fiatalról beszéltem, ön beszél két roma fiatalról, persze, nem a késerésről hát a média, mivel erről beszél, képviselő úr, akkor pontosan ezt nem helyeseljük, pontosan ezt bíráljuk. Két roma fiatalról beszél ön, és bírálja a szülőket, hát ne haragudjon, képviselő, nem emlékszik arra, hogy mit mondott ezelőtt egy perce? Ön azt mondja, hogy a szülőket is felelősségre kell vonni. Igaz, mi ezt megtettük, nem felelősségre vonni, mert azt nem tettük. Jó tanácsokat adtunk a szülőknek is természetesen. Azért hadd mondjam el azt, hogy ugye ott a környezetben a nem roma szomszédok és barátai ennek a családnak valóban jókat mondanak. Egyébként az anyuka az egészségügyben dolgozik hosszú évek óta, nem voltak büntetve a családban sohasem, azért szeretném elmondani, mert általában a roma emberről van szó, a szélső jobboldali ember azonnal azt mondja, hogy az bűnöző. Tehát valóban egy normál életet élő családról van szó, és adófizető családról, ugye a szülőkről beszélek, akik dolgoznak, ugye adót is fizetnek, tehát ön rögtön ugye az adófizetésről beszél, meg a stb. Tehát én azt gondolom, hogy valóban nem származásról kellene beszélni, mi nem arról beszélünk, tegnapi nap és tegnap előtt is valóban jeleztem a másik félnek, hogy igenis jogi képviseletet, igenis szeretnénk segíteni. Ki lett írva nyíltan a Facebookra is, hogy igenis szeretnék találkozni azon fiatalokkal is, akik valóban sértettek is, de egyben azért el kell mondani, ők is azért bűnösök. Igaz, hogy ők nincsenek előzetes letartóztatásban, igaz, hogy a két roma fiatal kék-zöld, és ugye bántalmazva lettek. Én azt gondolom, hogy azért igazságosan kell dönteni majd a rendőrhatóságoknak. Bocsánat, Vince azt azért nem gondolja, hogy se komolyan, hogy a lány neki állt verekedni két 16 éves fiúval. Tehát, hogy ha már csak őt vegyük ki, aki egy lányt leszúrtak, tehát szerintem ebben a történetben ez az igazán nagyon-nagyon durva. De amit nagyon fontos leszögezni, hogy pedagógiai értelemben, hogyha egy negatív viselkedés formát pozitív megerősítésben részesítünk, magyarán a rossz gyereknek a fejét folyamatosan simogatjuk, és azt látjuk, hogy önök általában ezt szokták tenni, akkor ez a negatív viselkedés forma nem visszaszorul, hanem terjed, és ez érhető tetten egyébként abban, hogy például Miskolcon a gyermekkorú bűnelkövetők száma nő. Tehát nagyon fontos, hogy ha valaki elkövetett valamilyen jogsértést, akkor azt nem mosdassuk, nem mentegessük, hogy rajta is volt kézzel, hogy bízzuk a hatóságokra, majd ők meg fogják hozni a megfelelő döntéseket, bízzunk benne. Ebben teljesen egyetértek, de nincs simogatás, itt nincs, jó tanácsok vannak, és én felajánlottam ugye a szülőknek, mondom mindkét oldalról, hogy az egyesületünk szakemberekkel természetesen, pszichológusokkal, szociológusokkal, és én jó magam is, ugye iskolákban, középiskolákban, egyetemeken is tartunk előadásokat, és ezt felajánlottuk a családnak, és ezt most is áll egyébként ez az ajánlat. Az egyik oldalról nagyon nagy pozitívan fogadták, ugye, akik most előzetesben vannak, a két fiatal 16 éves családtagjai, szülei. A másik oldalnak várom a reakcióját, hogy valóban szeretnének-e találkozni velem, mert ugye az is felvetődött, hogy miért nem hallgattam meg én, dehogy nem. Nagyon nagy örömmel, de hát hogyha nem akarnak találkozni, akkor nem tudom őket meghallgatni, és valóban csak is az igazság mellett, és azt gondolom, ez fontos. Nem simogatunk senkit, aki bűnt elkövetett. Én azt mondom a rokonaimra is, akár ha testvérem lenne, szerencsére ugye nem így van, megtértek a testvéreim 90 akárhányas évektől, nagyon becsületesen élnek immár, hála az Úrnak, de valóban nem voltam velük szemben sem elfogult soha, és ezt nem teszem meg, tehát ez az egy téves állítás, képviselő úr, hogy simogatjuk. Amikor volt ugye a roma gyilkosságok, akkor sem simogattunk senkit, csak odálltunk azok mellé, akik olyan tragédiát szenvedtek el, ugye ártatlanul, akik meghaltak, a szélső jobbosok ugye elkövetői voltak ennek a bűncselekménynek, odálltunk és segítettünk és segítünk, de hogyha bárki jön, azért tudni kell, volt olyan is, amikor jobbikos hölgy volt, aki kért segítséget, és odautaztunk,
valóban romák voltak a másik oldalon, és helyretettük a dolgot is, és biztonságba békét tudtunk hozni. Tehát mi nem válogatunk. Urak, köszönöm. Urak, köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, a nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten várjuk Önöket ismét, viszontlátásra!